Ünnepi eseménynek, a 25. vízvilágnapi úszóversenynek adott otthont a miskolci Kemény Dénes úszoda. A jubileumi esemény a Magyar Úszó Szövetség egyik kiemelt programjának, a jövő bajnokai sorozatnak is otthont adott. A Magyar Hidrológiai Társaság területi szervezete, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei úszószövetség és a Miskolcvárosi Sportiskola közös szervezésében a vízvilágnapi úszóversenyt rendezték meg Miskolcon a Kemény Dénes úszodában. A jubileumi 25. rendezvényen a miskolci úszónövendékek nagy számban vettek részt. A kétnapos verseny ugyanis egy felkészülési ciklusszáró esemény volt, egy kitűnő lehetőség éles helyzetben letesztelni az eddig elvégzett munkát az edzők, a sportolók számára. A vízvilágnapi verseny a Magyar Úszó Szövetség egyik kiemelt programjának, a jövő bajnoka sorozatának is otthont adott. A programban résztvevő fiatal úszóknak 400 méter gyorson és egy szabadon választott 200 méteres számban kötelező volt rajthozálni, a távokat teljesíteni. A jövő bajnokainak a jubileumi viadalon előadásokat is szerveztek, melyek során többek között a helyes fordulókról, az új versenyszabályokról hallhattak részleteket a versenyzők. A 25. vízvilágnapi úszóverseny után a folytatást azonban még kérdőjelek kövezik. Ugyanis bár a következő miskolci úszóesemény időpontja április 10-e lenne, de ez nagyban függ majd attól, hogy a járványügyi korlátozások közepette megoldható-e az úszó utánpótlás felkészülése.